Így néz ki az a dokumentum, amit kitöltve szociális tűzifára fordítható támogatást igényelhetnek a rászorulók Szekszárdon. A papír átvételére és leadására eddig szeptemberig volt lehetőségük. Idén viszont, hogy mindenki időben beszerezhesse a szükséges mennyiséget, már most kiírták a pályázatot. Az idei évtől változott a szociális tűzifa igénylési kérelmek leadási határideje. Idéntől május 1 és 31 között kell leadni a kérelmeket. Ezt a Vörös Marti utca helyett most a Bezerédi utca 2-ben fogadják a kollégák, segítenek a nyomtatvány kitöltésében is, tehát május 31-ig várják szeretettel a kérelmezőket. A rászorultságot az egyfőre jutó havi bevétel alapján állapítják meg a polgármesteri hivatal munkatársai. Ez szerint jogosult lehet az az egyedülálló személy, aki 71.200 forintnál kevesebbhez jut hozzá minden hónapban. A családosok közül azok, akiknél a fejenkénti forrás nem haladja meg az 57.000 forintot, egyedülálló nyugdíjas esetén pedig a 85.500 forintot. Körülbelül 170 családot érint. Reméljük, hogy ez a 170 kérelembe is érkezik május 31-i határidővel. Igényelni tehát a hónap végéig lehet a pénzbeli juttatást, aminek az összege egyszeri 120.000 forint lehet háztartásonként.